Sziasztok, köszöntelek titeket! A mai napon rútozni fogunk ismét, megnézzük, hogy a különböző frakciók élesben hogyan fognak majd produkálni, viszont nem ugye standard társasjátékos formában, hanem a Steamnek az elérhető platformján, mondjuk most így. És értelemszerűen ugye szólót fogunk játszani, viszont ugye nem az alapján, a szabályok alapján, amik ugye társasjátékban is elérhető, tehát az automa frakciók alapján, hanem ugye a Steamnek a saját beégetett AI-ja segítségével, ami egyébként szerintem jobb, mint a társasjátékos verzió. Na, de nézzük meg, ugye médiumon játszunk, standard lesz a kártyánk, tehát nem lesznek benne kiegészítő pakkok, és játszunk az alap. Random clearing. Ja igen, többi pályánál ugye azt random osztja ki, hogy a különböző tisztásokon milyen színűek, de az alap pályánál ugye ez be van égetve. Maskák leszünk, nem állítom, hogy én vagyok a legnagyobb root játékos valaha, még az sem, hogy kifejezetten jó játékos lennék, de most nem is ez a cél feltétlenül, hogy megnyerjük, hanem hogy kihozzuk, amit csak lehet ebből. Nézzük, hol van, itt kettő izénk van, kiválasztjuk ugye a kezdő kastélyunkat. Jó, ugye most ki kell választanunk a három alapépület, amit lerakunk, fűrész, malom. Hát ez szerintem itt lesz a legjobb helyen. Workshop, nézzük csak. Itt két egér, igen, a narancssárga az egér, de két... Ó, oh, ez narancs. Ugye itt azt nézem, hogy a kártyák, nem ugye, amit látok a kis lécen, ott van, hogy narancssárga kell ahhoz, hogy le tudjuk gyártani, itt meg kettő narancssárga, úgyhogy ez elég egyértelmű, hogy ide fog kelleni. Nézzük a kiképző bázisunkat, ezt hova tudnánk rakni, és hova lenne célszerű. Hát, legyen itt. Jó. Előkészletekkel meg vagyok. Ugye a madár az mindig velünk szembe fogja kirakni a mindenségét. Nézzük a szövetséget. Hát örülök, hogy nem oda raktam ide a kis bázisomat. Vagy miért kiképző, mert az egyébként jó, hogyha valahogy az erdei szövetség, meg a mik madarak így egymással így el vannak. Én el lehet megpróbálnom az erdei szövetséget elkerülni. De nyilván ez nem lesz lehetséges. Na, végre nem, még nem én vagyok. Jó. Mi kaptunk egy kis lapot a kószától, hogy barátkozik velünk. Ez a szabályokban nem biztos, hogy mindig bele fogok menni, mert van szabályismertető elég a csatornán minden frakcióra, meg az általános szabályokra vonatkozóan, úgyhogy nézzétek el, hogyha nem fog mindent elmondani. Na, ezt lehet tudjuk gyártani. Ez azért jó nekünk, mert kapunk egy kis csomagot, tehát egy eszközt, meg egy győzelmi pontot. A csomag nekünk nem sok mindenre jó, de a vagapunnak az, a kis kószának az jó lehet. Gyártsuk le! Tuk-tuk. Úgyni. Egy kőkemény ponton van, a vagabundok már három, egészen retes. Jó, én csak gyártanítottam így hajnal hasattával. Build. Várjunk csak, én meg akarom nézni magamat. Ugye én minél többet építek, annál több győzelmi pontot kapok. Egy fám van, jó lenne favágókat építeni. Mert... Favágót. Kéne egy kiképző bázis is. Ez nekem mindenképp kéne, meg ez, mert ugye itt a kettőt tudok építeni, és sőt, itt még egy harmadikat is, úgyhogy én erre rá fogok menni. Hogy... Hát, biztos szerintem én most csak egy favágót építek. Ez az. Egyelőre próbáljuk minél több fát szerezni, akkor onnantól kezdve tudunk gyorsan építkezni. Toborozni mindig kell.
illetve most ott van négy madárka. Az négy madárka, az lehet kellemetlen. Úgyhogy mozogjunk. De bocsánat. A madaraknál mindig lényeg lesz az, hogy megpróbáljuk valahogy megcsinálni azt, hogy zavargásokba menjenek, tehát hogy ne tudják végrehajtani ezt az egészet. Látszik, hogy egyet tud mozogni. És kérdés, hogy mit fog most még kijátszani, tehát innen ide biztosan tud mozogni. Ezt lehet, hogy őrizetlenül hagyhatnám. De nem biztos. Mindegy, csináljuk így. Elhozzunk ide egyet. És ugye egy mozgás akcióval kettőt is tudok mozogni. Úgyhogy én felhozom ezt is ide. Jó. Ez micsoda? Ja, hogy ezzel tudok plusz egy akciót csinálni. In battle may discard this to ignore rolled. Ez még jól jöhet, ezt nem biztos, hogy lehet jobb lenne legyártani. Ugye csatában egy... Ó, este. Este tudok valamit. Plusz. Úgyhogy nem mondjam. Ugye az azért jó az a kártya, az a madárkártya, amit néztünk, mert így az este folyamán, vagy egy csatában figyelmen kívül hagyhatom az ütéseket, amiket ő produkál. Ugye? Vagy csak egyet? Ó, az összeset. Igen, fecsehet a forradalmát. Érdekes, hogy máskor is, amikor játszottam, én valahogy így, mintha így középen próbálna mozogni. Szóval persze lehet, hogy csak véletlen, mert nyilván, hogy milyen kártyát kap, attól is függ, hogy hogyan tud terjeszkedni. Vagabund! Vagabundnál az az egy gond, hogy egyébként ezekkel a küldetésekkel elég gyorsan tud haladni, mert ahány küldetése van, annyi pontot kap minden következő teljesítettért. Illetve ajándékat teljesíteni. Discard matching cards. Visszakapjam. Én nem akarom matchingelni. Ugye ja, most eldobhatnék egy kártyát azért, hogy a leszedett kis macskámat itt visszakaphassam, de nekem nem igazán jól kell az annyira, mert ott én nem biztos, hogy akarok nagyon kalandozni. Viszont nem tudok gyártani, úgyhogy ugrunk a nappal fázishoz. Hol van a fa? Két fán van. Két fa. Jó. Az egyik, hogy mindenképpen fogok itt építkezni. Kéne egy workshop. Várjunk, ez milyen tisztás? Láthatnám. Ez egy nyuszi tisztás. Itt ezzel mit tudok? A tekintetről. You are not affected by ambush. Au! Ez mondjuk nem rossz. Ah, mindegy. Kell recruit. Recruit oda. Most végrehajtunk egy recruit action-t. Kellenek a cicák. És azon, hogy ahhoz, hogy én oda tudjak építkezni, és ez a tisztás, az nekem kellene, mert ott két hely van. Bár igazán, hogy ide is jöhetnék, mert itt nincs senki. És... ja, itt is kettő van. És nem szomszédos a... mivel? Hú, a szövetsége nem szomszédos tisztás, jobban van végül, úgyhogy akkor én oda fogok menni építkezni. Várj, a sárga? Nem nagyon kell nekem. Szóval workshopot tudok építeni. Mi van akkor, hogyha ezt eldobom? Tudok túlórázni? Overwork. Figyelmen kívül hagyhatom a csatánál az ezt is dobott lapot, ez elég jó lenne az, hogy leépítsem. És hol van piros tisztás? Ott. Viszont én oda le tudom építeni a workshopot. Ja. Oda le tudom építeni. És akkor meg tudom ezt a kártyát is építeni majd. Jó, oké. Megyünk tovább. Este... Így valamit nézzük meg. Sárga az a toborzás neki.
Hát igen, neki ugye a szövetségnek a terjesztése szerez pontot. Ez a kordában lehet tartani. Sárgán kell, ha ott tud toborozni mindig, akkor azzal nem tud. Na mindegy, akkor nem tud zavargásba kifulladni. Jöjj, van még egy madárkártyánk, az még jól fog jönni. Ezzel még ezt a sebzést lehet okozni. Na, hova húzza föl? Oda. Ez jó, de egy kicsit távolabb a főbázisomtól. Ja, bocs, miért ezt nézem, amikor úgy zajlanak dolgok? Na, ez jó, legalább a szövetség az a madarakhoz terjeszkedik. A vagabondnak egyszer jó lenne beütni, mert itt ezek a kártyákkal nagyon elkezd elhúzni, a küldetésekkel. Ugye ez az a három, ami neki most elérhető, ezeket kell kimeríteni, amik ott föl vannak az első és a második sorba töltve, és ez meg azt mutatja, azt hiszem, hány pontot kap a következőért, amit éppen teljesít. Tehát, hogy két piros már teljesített, és narancs sárgából még egyet se. Jó, eldobhatok lapot, bocsánat, legyárthatok lapot. Ezzel ugye az összes dobott találatot figyelmen kívül hagyhatom ezzel meg, védőként extra találatot bevihetek. Ez szerintem most fontosabb lesz nekünk. Bár egyébként a másikat is le tudom gyártani, úgyhogy nem tudom miért annyira haboztam. De ezek jó lapok. Jó van. Több kártyát nem tudok legyártani. És akarok. És oda, mennyink van? Két fánk van. Hol a vagabond? Ott a vagabond. Most átmennék oda, és az orrát és fejjel rúghatnánk. Lehet, hogy nem lenne rossz. Szóval én hogy vagyok? Kevés a fám. Kell még szavumil. Ott egy kártyával többet húzhatnék, ha lenne még egy recruiterem. Lenne még egy recruiterem, és szerintem azt fogom... Ja, nem tudok gyártani, hogy nincs macsekom. Mozgunk. Bocs, vissza. Ugyanis három akciónk van. Az elsővel... Ezt ide... Ezt akarjuk. Ezt ide cuppantjuk. Az elsővel. Igen, mert ezt még így fogjuk uralni, mert van ott egy épületünk, és ahhoz, hogy a fát tudjuk szállítani, ahhoz uralnunk kell az érkező vagy a tisztást. És most elvileg, ja, még egyet mozoghatunk. Hát... Szerintem ott jó helyen van. De mondjuk ott van egy izém, akkor azt próbáljuk védeni. Jó. Építkezéssel... Ja, mert nem uraljuk a tisztást. Ha. Akkor vissza. Biztos meg lehet csinálni, hogy ott vagyunk négyen. A kettőt oda, kettőt oda. Hogy kéne még egy mozgás oda. Azt hiszem, ezt nem tudjuk összehozni. Hogy ezt megtartsuk. Hát figyeljetek, akkor nem bonyolítom túl a dolgot. Viszont... Az ingyen pont. Bocsánat, hogy visszavonogattam, de... Próbáljuk okosan csinálni. Így egy lapot ugye vesztünk, hogyha megtámadjuk, vagy olyan tisztásra lépünk, ahol van ilyen kis bigyusza. Adjuk ezt, arra is így szükségünk. Bár egyébként... Hát... Kettőt uralunk, úgyhogy igazából még jól is jöhetne. Így van.
és egy toborzót kéne ide építeni, mert itt szerintem szükség lesz rá. Jó, és akkor most toborzunk. Tuk, tuk, tuk. Ott is van, meg ott is van, hogyha. Ugye van kettő kártyánk, az bármilyen támadás ellen elég jó védelmet ad. Hát akkor csapassuk. Most azért építettem a rekrútert le inkább, tehát a toborzót, mint ilyen favágót, mert itt láthatjátok, hogy akkor itt már a plusz egy kártyát, és a kártyára szerintem szükség lesz. Ugye a kastélynek is az a képessége, hogyha valahol... valahol leütnek madárkákat, vagy macskánkat, akkor azt a leütött egységet visszakapjuk, ha olyan kártyát dobunk el, amilyen a harc tisztása volt. Na, az jó. Azért csapdossa le ott a madarat. Viszonylag egy pont számon haladunk. A vagabond az, ami engem kicsit zavar. Nézzük. Ah, ezzel még 3 pontot benyelt. Azért, hogyha megtámadjuk a vagabondot, akkor gyakorlatilag egy körre kiesik. Mert vissza kell menni ahhoz, hogy az erdőbe, hogy visszagyógyítsa, vagy megjavítsa a tárgyait. Ajjajjaj. Hát jó. Eljött a pofon ideje. Na már most, van nekünk egy ambush kártyánk, amit azért jó lenne megtartani, mert ez azért elég izmos, hogy bármilyen tisztáson támadás ellen véd. Egyébként elég jó védelmük van támadás ellen. Ez az összes izét figyelmen kívül hagyja. Bocs, ez egy extra található tízbe védőként, ez ugye támadóként is elég jó, ezzel meg ugye mi az, rajtűt is tudunk csinálni. És az van, hogy én átmozgok azzal oda, akkor mondjuk 3-mal. Mi mennyi kardja van? Van egy kardja, az azt jelenti, hogy egyet tud maximum sebezni. Ezért ugye, hogy ez... és a pirossal eléggé el tud menni. Mondjuk pénze nincs, úgyhogy ezt most nem tudja teljesíteni. Ugye itt látjátok, hogy kell... hát csak mindig elviszi, hogy el... teáskadna meg pénz kell hozzá. Pénze nincs. Az jó. Fákja teáskadnát, azt tudja. Ezt is tudná teljesíteni. Jó, 3-mal átmegyünk oda. 2-t ott hagyunk. Jó, szerintem azt fogjuk csinálni, ugye 3 akciónk van. Tudunk 2-t mozogni. Azt hiszem, hogy ezt akartam. Vissza. Rosszakat intottam. Mozogni akartam. Az, hogy onnan jöhet. Támadhat mindenhonnan. Hát figyeljetek, én ezt megpróbálom bejolózni. Én nem átmegyek oda, mert hogy én átmegyek ide, akkor 2-t kéne nekem támadni. Ezt meg megnézzük előtte. Pirosról kell neki mozognia és toboroznia kell sárgán, illetve piroson. Sárgán tud, sajnos piroson is tud toborozni, és minden tisztásról tud mozogni is, úgyhogy igazán édes mindegy. Ah, a pofátlan nyom, most nézem csak, hogy itt van egy ilyenje. Akkor az ambush kártyát el fog kellene dobni. Így de rossz. De nehéz döntés, innen át fogunk ide vinni. 3-at átviszünk. És tudom még egyet mozogni. Viszont nem nagyon kéne. Itt revoltolni fog. Hozzuk ide. Úgy, és
Igen, az revoltolni fog, az ott forradalmat fog kirobbantani. Ez volt egy akció. Most nem építeni, támadni akarok. Ez narancssárga, narancssárgát azt oda tudjuk adni. Mindenképpen le kell ütni, mert én narancssárga tisztáson vagyok, és ott még neki nincsen ilyen kis épülete, nyilván ezt adjuk oda. Hogyha itt megtámadunk, akkor ugye megtámadjuk először is. 5. Nyilván nem leszünk nagy barik, hát ez nem egy nagy sebzés. De legalább a vizes teáskannáját megsebeztük. Az azért jó, mert az kell ahhoz. Tehát a nagyobb pontszámú küldetéshez kell neki. Jó, ez megvolt, és hát gyerekek, én most ezt be fogom áldozni, annak érdekében, hogy még egyet tudjak támadni. Hát, és szerintem... Lezúzzuk most. Legalább szereztünk 2 kószapontot, 1 kószapontot a kószától. Hát építkezéssel több pontot szereztünk volna, az tény is való, de oda kellett ütni egyszer már a kószának. Meg itt talán kicsit jobban rá tudjuk nyomni a szövetséget is, hogy a madaraknál terjeszkedjen tovább. Oh-ho! Hogyan? Mitől? Sárgán kell volna mozognia, nem? Én nem tudod rekrútolni. Hát de... Tényleg igazatok van. Onnan ki lett ütve. Ó, hát ez most nagyon jó. Én legalább vissza lett a sebessége csapva. Egyébként néha ebből a módból jobban látni ezt az egész történéseket. És ő van. Most barátkozott velem és kaptam kártyát tőle, de az hogy lehetséges? Hát megtámadtam. Hát akkor tönkre kéne menni a kapcsolatnak. Szólj a szőzbe. Mondjuk én nem bánom, de... Jaj, pofoszhatom tovább ezt a jó madarat. 17 pontja van már, emberek. Én nem tudok kártyát gyártani. Hát minek? Én megyek tovább is, szerintem ütöm az arcát, amíg érem. Mert hát... Különben itt elszabadul. Egyrészt viszont építkezni fogunk. Bár ez mit tud? Inverson, discard, score 1 point per clearing euro. Ja, hogy mindegyikért, amit uralok. Ez még szép pont lenne, de lehet, hogy odáig el kéne jutni. Ezt tudjuk használni. És... Ez nem a recruit. Na, hogy vagyunk? Van 4 fánk. Ez jó, ezt mindenképp megépítjük. Ez 2 fa, de azért már 3 pontot is kapnék. Mindegy, jók leszünk ezzel. Úgy. Várja volt, ez 1. Milyen gyártó kell? Sárga. Hát, mondjuk ezek, igen, azokra mondjuk ráférne. És a recruitot meg majd ide rakjuk, vagy ide, mindegy, ahogy alakul. Mozgunk. Kis cicáim mozognak. Még hozzá ide. Ah, jöjjön mind. Gyertek, cicusok! Ja,
Ja, és még egyet tudunk hozni. Jöjjön, ezzel még lehet, hogy jól fog jönni. Oké, hát ezt még most beáldozom. Meg kell fogni, ameddig lehet ezt a jótét lelket. Üsd oda az arcát. Én betű diszken. Mennyit? Kettőt. Kettőt sebzett. Ugye? Hát ezt hagyjuk figyelmen kívül. Ki menők ezek a grafikák, de ha valaki rendszeresen sokat játszik ezzel a játékkal, akkor már így a századik alkalommal már eléggé zavaró. Mit sebeztem neki? Jó, a kardját sebeztem, az íját. Azt nem tudja megcsinálni, de ahhoz nincs pénze, a második, a piroshoz. Sajnos a sárgát azért mindig meg tudja csinálni. És milyen a kapcsolatunk? Még mindig egyesen van. Ha? Nem, de ezt majd megnézem a... Vagy meg kellene nézni, hogy ez hogy is van. Mindegy, hát mi rúgdossuk akkor őt, hát annyi baj legyen. Egy lapot el kell dobnom. Hol van a gyártóüzemeim? Így talán látom. Egy, kettő, várjál, egy sárga, egy piros, és egy narancs. Tehát ezt én meg tudom csinálni, és ez egy pont, úgyhogy ezt nem fogom eldobni. Ez a jambus, ez mondjuk nem rossz. Hát ez nem valószínű, hogy valaha ezt így összehozom. Mi maximum 5 kártya lehet a kezünkben. Hát, engem támad. Ó, pont az ambuson, hát ezt nyilván ki fogjuk játszani. Neki is van. Hát, én mindent bedobok most. És van még egy támadó lapja? Nem volt, bár egyébként nem feltétlenül rossz nekem, mert ugye ő egy pontot kap, ezt leüti, viszont én fogok adni három. Hármat? Két pontot, ha visszaépítem. Ugye a workshop van ott. Csak egy nyilván akkor el is tudja már foglalni. Jó, hát azt tudja jól bevédeni. Quest complete. 19 pont. Ugye 30 pontig megy, azt ugye talán tudjátok. Ezt legyártjuk, ez egy pont. Jó. Na, most. Ugye három akciónk van, az egyik az mindenképp a vagabund rugdosás lesz. Azt ugye... Milyen kártyai vannak? Egyet tud támadni bárhol, mozogni viszont narancssárgán kell neki. Itt van narancssárga, meg ott is, úgyhogy igazán tud mozogni. Várjál, hogy van? Narancssárgáról. Move where you use from. Aha, tehát arról kell mozognia. Hát innen el tud mozogni, innen nem tud, mert ugye itt én többen vagy. Ja, de tud, mert a érkező tisztáson előnyben van, vagy fölényben van. Na, ugye nekem át kéne mozgatni cicát oda. Az egy mozgatás, még innen is oda. De azt fogom oda mozgatni. Egy akció lesz, hogy mozgatok. Ugye két tisztásra. Egy akció, bár lehet, hogy igazán nem is fogok erőlködni, hogy most ezt tönkbe védje. Minek? Úgyis le van maradva, az a legkevesebb. De ide mindenki fogok mozogni, itt mindenki fogok püfölni. Vagabundot püfölünk. Előbb-utóbb csak bemegy az erdőbe, amennyi lesebződik itt neki. Tehát vagabundot fogunk püfölni, és akkor a harmadikkal kéne nekünk építkezni. Az meg egyébként rekrutolni se ártana lassan. De előbb csapjuk ezt. Legyen mind. Gyerünk öregeim. Oké, még egyet mozgathatunk. Lehet, hogy kéne, vagy nem. Nem fogunk még egyet mozgatni. Jó, ez így. Másodikra a vagabondot
megütjük. Nagyon dob. Az a legjobb dobás, amit lehetett dobni. Plusz kapunk egy pontot, azt most így hirtelen nem tudom miért, mert akkor szoktuk, amikor végtelen a tisztás, de hát a vagabond az... Ja, lehet, hogy azért, mert ugye nincs kardja. Nem volt kardja. És neki az számít végtelennek. Jó, hát, na most már csak visszamegy. Tehát, hogy nem tudja teljesíteni a sárgát, van két kardja, nem tudja teljesíteni, pénze amúgy sincs, hogy azt a pirosat szerencsére amúgy se tudja. Fákja, íja, hát a fákja megvan, az íját ezt leszettük, tehát hogy most már csak visszavonul az erdőbe, hogy megjavítsa mindenét. Mi meg építkezünk tovább. Hát ráadásul ide is lehetne. És hát lehet, hogy ide is fogok. Mert itt most jelenleg többségben vagyunk. Legyen itt, mert úgyis toborzót kéne rakni. Da-da-da-da! Hát igen, nagyon fancy az animáció, azt elismerem, de így jobban átlálni, tehát hogy itt rájönni az, hogy hol milyen épületed van neked leépítve, hát itt ezerszer egyszerűbb. Jó, talán sikerült kicsit megfogni a vagabundot. Ja, bocsánat, nem kattintottam tovább. Ó, ez jó, ez az ambus, ez jó. És az érdekes, ugye... Alapvetően ugye ez angol nyelvű. Most nekem a társasjátékban egy magyarított verzió van meg, ami némileg eltér ugye az eredetileg hivatalosan kiadott magyar nyelvűtől, tehát gyakorlatilag három nyelvjárás van így mondhatni nekem fejemben a rúttal kapcsolatban. Itt nem zavar, hogy leütötték, mert hát ő nyert egy pontot, de én azzal, hogy visszaépítem, két pontot kapok, tehát és ugye egyel kevesebb fa is, úgyhogy most nem annyira különösebben érdekelt ez. És az a jó, hogy legalább sikerült úgy tűnik beszorítani oda abba a sarokba, a bal alsó sarokba a szövetséget, és úgy legalább el lesz a madárkával együtt, mert így a madárka gyakorlatilag a szövetség is közé van beszorulva. Hát a vagabondot meg, hát most vissza kéne vonulni az erdőbe. Aha, most visszavonul az erdőbe, hogy megjavítsa mindenét. Na, mindegy, kijön, azért még ott fogjuk ütni. Az a helyzet egyébként, hogy most már ez 19 pont, 10 pont kell neki, és azért látjátok, hogy két-két kártya, tehát hát mondjuk jelenleg még egyiket se tudja megszerezni. De hát itt a romokat fogja kutatni, úgyhogy még van itt is egy rom, meg itt is egy rom. Hol van még rom? Azt mondtál négy van, de ahogy láttam, azt a kettőt már kikutattam. Mindegy, itt van, meg itt van még egy alkatrész, és akkor abból még azért ezeket össze tudja hozni. De mindegy. Jó, egyet tudok gyártani, az egy pont. Ez csizmát ad nekem, úgyhogy velem még boltolhat. Na. Vagabondon nem tudunk támadni. Az erdei szövetség meg jelenleg nincs a mi felség területünkön, úgyhogy szerintem építkezni fogunk. Van nekünk három pontunk. Spend a card to place a wood at a clearing with a solely matching the card. Itt eldobhatok egy kártyát túlórával azért, hogy kapjak még egy fát, de túl sok értelme nincsen, mivel... Ó, oh, a recruitert kell építeni. Ajj, azt bizony, hogy leépítjük. Mondjuk... Pillanatra? Na, sics innen. Oda is le lehetne építeni a toborzó irodát. És az a toborzó iroda egyébként nekem lehet, hogy jól is jönne. Ahogy van a madárka, az ránk tud szállni. Egyet tud támadni valahol. Úgyhogy ezt éppensége meg tudnád csinálni. Most, tehát csak hogy értsétek, most tudnék toborozni. Onnan átmegyek, itt lenne, kapnék még egy ilyen macskát, onnan átmegyek kettővel oda, azzal már megvan nekem a többség, és odaépítem a toborzó irodát, az azért, mert akkor legalább azt is tudnánk kicsit biztosítani. Máskülönben, hát két csatával ott le lehetne szedni, de egyébként azzal is át tudnék oda menni, de azért, ha lehet, itt megtartanám ezt a távolságot tőle. Mondjuk oda is mehetnék egyébként, mert most már nem tud revoltolni.
és oda át tudnék menni 4-jel, akkor ott meg kell tartani, hogy ne támadja le. Ide is mehennék, és ez lenne az egyik legpraktikusabb, mert mindegy. Nem izzadom túl magam. Még itt van két hely, csak ott viszont már itt 3 kéne ahhoz, hogy tudjak odaépíteni. Csak vesztek lapot, mert ugye van neki ott egy kis szimpatizáns tokenje. És ezt védtelenül hagynám. Ha ezzel át tudnék menni, tudnék 4 kéne, igen, mert ott 3-mal van a madár. 4-el kéne elő, ott 3 marad. Hát ez lehet, hogy kicsit védtelenül hagyom ott a toborzómat. Na mindegy, csináljuk meg ezt. Még ezzel is lehet, hogy védtelenül hagyom, de... annyi baj legyen. Lássatok legalább valami akciózást. Jó. Szóval tudom már, akkor hozzunk még. Ide azért hozhatnánk. Hozzunk egy kettőt. Jó. Kicsit ne itt gyűjtsük hátul a egységeinket, bár mondjuk kettővel be tudod mozogni. Ő. Narancssárgáról, nem egy mozgással a narancssárgáról. Úgyhogy mondjuk innen nem fog mozogni, az tény is való. De mindegy is, építkezzünk. Mi kell a recruit? És ezzel már így 3 kártyát fogunk kapni. Ugye egyet alapból is itt 2 bónuszt kapunk. És 22 ponttal elsők vagyunk. Szóval gyúrni kell, mert a következő körben megint neki kell mennünk majd a kollégának. Van önbus kártyánk, van, ezt megtartjuk. 4-7-2-t kell eldobni. Hát ezt meg tudnánk csinálni, de nem sok értelme van. Vini. Jó, mehetünk. Na most már mindjárt vége lesz. Bírjátok ki még ezt a rövid időt. Hát így a következővel megépíteném, ha lenne elég fám. Jönnek a madarak. Megtámadtak. Ez milyen színű tisztás. Sajnos nem olyan volt, amire van a dusom. Puk. Puk. Hát igen, itt a végén már mindenki felpörög. Úgyhogy kicsit ilyen exponenciális ez a játék, az elején még lassabban gyűlnek a pontok, de a második fele már elég gyorsan lepörög. Azaz, egymást. Na most adott lapot. Nem, teljesíti, nem a romokat kutatja. És ad megint egy lapot. Egyébként hogy áll neki? Mondjuk itt már mindenki mindenért sok pontot kap. Egyébként hogy van? Már kettős barátja. Kinknek. Az a vicc, hogy lehet, hogy egyszerűbb tisztások uralásával megnyerni a játékot, mint valahol itt vannak a dominancia kártyák, gyakorlatilag bármelyik dominancia kártyá mindegyik elérhető már. Itt ugye 2 opposite corners at the start of your person. 2 ellentétes tisztást kéne uralni. Gyerekeim, ez igazán jó megvan. Oda nem tud revoltolni, mert le van építve mindegyik izéje. Ott gyakorlatilag a világmindenség összes serege megvan. Oda igazán jól benyomunk egy böhöm nagy sereget, és igazán jól bízunk benne, hogy a következő körben ez így kitart.
Available dominant scarab, give me the dominant scarab from the supply by discarding. Ja, gondolom azért, mert most egyébként még a gyártás alatt vagyunk. Start any mythic move. Remove all enemy pairs in rabbit clearing. As a star person, draw a card. Ez fog nekünk kelleni, ez... Hát igaz, nem tudom miért. Ja, mert eldob, bocs, igen. Eldobhatom azért, hogy visszakapjak a harcost. Nem gyártásról van szó. Na nézzük akkor, hogy gyártani tudok. Nincs olyan, ami pontot ad nekem. Az plusz egy akciót ad nekem, úgyhogy ez még lehet, hogy jól fog jönni. Csináltok egy extra mozgást, ez teljesen érdektelen. Gyártsuk le, bajunk nem lesz belőle. Jó. Mit is lesz a kártya? Ó. Kinél van sok kártya, megnézhetek egy kezet. 3. 4. Ó, itt 7 van. Hát figyelj kisapám. Ez jó. Ez jó. Amúgy legyártani már nem tudom. Igen. Jó, csak megnézhetem, ugye? Hát, jó, mindegy. Hát, akkor nem sok értelme volt. Jó, menjünk a nappalra, és próbáljuk letudni itt a dolgokat. Most már kiválasztatom? Hú, várja. Itt most, ha ezt eldobom, vagy ezt kell eldobnom? You may draw a dominance card from the supply by discarding card of the matching suit during... igen, ha jól értem. Nem, bármiért lehetett volna. Én ezt ki is játsszuk. Most már csak dominanciával tudok nyerni, és két ellentétes tisztás. You win the game if you rule two opposite corners at the start of your birdsong. Két ellentés. Ez szerintem ez bevehetetlen lesz, gyerekek. Jó, 3 akciónk van, toborzunk, mozgunk, és... mint elkövetünk, hogy uraljunk mindent. Jó, ott mennyi van? Ott 1? Hát, nem sokat fogunk tudni oda vinni. Eltoborzás volt, úgyhogy most mozgunk. Mindennel oda. Ez 3 pontot fog jelenteni, bárki is fog oda menni. Az 1 pontot, ha azt valaki leüti, azt azért védtem, nem szabad ott hagyni. Egy 3-at ott hagyok. 2-t, 3-at? Arra legyen ott 3. Jó, ez 1. Igen, tudom, 1-et kell adnom. Ez csak nem volt ilyen, úgyhogy akkor. És még ezt oda rakjuk. Várj, ott mennyi van? Arnyán egy madárka. Jó, akkor oda mehet. Még azt mindenképp uraljuk, hogy onnan is tudtam volna oda mozogni, és akkor ezt berakjuk oda. És akkor innentől kezdve igazából föltesszük a kezünket, és reménykedünk abban, hogy ezt a két tisztást meg fogjuk tudni tartani. Ó, és kaptam egy piros ambust, rajtűtést kaptam, öregem. Ez, de jó, van egy narancssárga is, pont sárga nincs, de az nem is baj, és mindegy is. Úgyhogy bízunk benne, hogy nem fog itt 8 pontot összeszedni a vagabond. Hát elvileg nem is tudna. De ki tudja. De jó, már 45 perce megy. Körülbelül 45 perce. Mert kicsit sokat gondolkodtam. Akkor sokat toborzott ott, kis madarunk. Oké. Okay. Most itt engem támad.
Hát még szép. Ne ütögessen engem itt. Ó, mennyi cicus van itt. Jaj, de jól néznek ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 macsek. Nem tudom, miért mutatott annyit hisz. Ó, bezzel most már többen jöttök, mi? Ez nagyon szép dobás. Ja, az a másik tisztáson volt, ugye. Oké. Viszont négy pontja van. Hát, gyerekek. Huszonnégy pont, de ugye főként a izék terjesztésével, ugye ezeknek a kis szimpátia, tehát ököljelölőknek a terjesztésével kap elsősorban pontot, és másodszorban meg hogy üt le dolgokat. Unyóznak a vagabundék. Tudu. Tudu. Oh. Ez bírom, hogy itt gyakorlatilag végig pusztította itt a eredeti fészek helyeit, de szövetségesek lettek. És hölgyeim és uraim, megnyertük a játékot, ugye... Mi van? Pirkadat? Na felkelte, és ugye két ellentétes tisztásunk volt. Egyébként én már játszottam előzőleg is, egyszer ponttal nyertem, és volt még egy meccsem, amin én szintén ilyen tisztásokkal is. Gépek ellen én úgy vettem észre, hogy talán kicsit egyszerűbb a tisztásokkal győzni, mint az, hogy most pontokba beelőzni, mert azért ők elég jól tudják a pontot hozni, legalább olyan jól, mint egy akárcsak gyakorlottabb játékos. Viszont azt meg nem nézik kifejezetten annyira, hogy éppen te milyen tisztásokat uralsz, hanem sokkal fontosabb nekik az, hogy ő pontot szerezzenek. Tehát ilyen szempontból a tisztásuralása így jobban lehet győzni. De hát majd meglátjuk, ez még csak az első volt a macska. Megnyertem, tök büszke vagyok most így magamra. Mindenesetre köszönöm, hogy itt voltatok. Szeretném folytatni továbbiakban is, a többi frakciót végigmenve. Hát elsősorban az alap játéknak a frakcióit, ami ugye a macska, az erdei szövetség, a madárkák, meg ugye ez a kis kószálónk. De hát meglátjuk, hogy időtől, meg a ti lelkesedésektől, tektől is függ, hogy aztán még menjünk el a kiegészítőknek a frakcióira is. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok, de találkozunk a következő videónál is, addig is pedig legyetek jók!